Persze, zéro egyébként ez az az igazság, hogy ugye külföldön ez tud működni. Én azt vettem észre, hogy magyar olyan csatorna, aki full MMORPG-től, az vagy nem sikeres, vagy nagyon kicsi. Hát én szerintem egyébként MMORPG-re építeni csatornát Magyarországon borzalmasan nehéz. Azt, hogy ennek mi az oka? Ezt nem tudom, mert nyilván a magyarok közül is sokan játszanak MMORPG-kkel, csak mondjuk lehet, hogy annyira nem szórakoztató azt nézni. Hát ahol szerintem egyébként a külföldieknél is sokan vannak, ott inkább ugye az a feeling rész van meg, hogy a közösségi élmény miatt, vagy a sztorik miatt, amiket ott a streamen hall, de nem a játék miatt vannak ott. Ha csak nem, mondjuk egy olyan példát veszünk, mint a Destiny, az szerintem egy tök jó példa erre. Ugye a Destiny is egyébként olyan, hogy van egy pár ezres nézőközönség, mondjuk bizonyos helyeken. Destiny-nél általában ez úgy szokott kinézni, hogy egy helyen gyűlnek nagyjából össze az emberek, tehát egy-egy csatornán. De akkor, amikor mondjuk a Destiny-be új content jön, na ott viszont rohadt sokan jönnek, ugye megnézni, hogy mi az új content, és akkor abba, hát ha tudod, el tudnak lesni valami taktikát, vagy mondjuk azt, hogy ki öli meg először azt a bosst, ki clear-eli. Tehát ez egyébként a WoW-ba is így van szerintem, hogy amikor kijön új kiegészítő, akkor ugye nyilván nagyon sokan nézik, streamelik, keresik, de utána visszaesik a nézőbázis, meg alapvetően szerintem a játékos bázis is, amikor mondjuk már a nagyon grindy rész jön, és akkor tudod, ez az ugyanannyit csinálja folyamatosan, arra már nem mindig kíváncsiak az emberek. Jaj, ez így jó lesz egyébként, hogy nézek ki a chatre is, és közben, na, ha most végig tudom csinálni normálisan a raidet, akkor jó. Egyszer megnézi az ember, utána repetetik. Igen, de most, hogyha belegondoltok például, mennyivel másabb egy akár a Zero Sievert is. Ha azt nézzük, akkor az is repetitív abból a szempontból, hogy mindig bemegyünk ugye a pályára, öldöklünk, questeket csinálunk. Nem? Jó, mondjuk nem is arról szól a történet, hogy olyan irgalmatlanul sokat játszanánk. Még az újdonság varázsa. Ja, mondjuk valószínűleg, hogyha hónapokon keresztül folyamatosan party 1 vagyok, akkor balra. Hogyha folyamatosan ugyanazt a Zero Sievertet streamelném, valószínűleg, mint tudom én, egy hét után, vagy másfél hét után, lehet, hogy ott is egyébként ugyanez lenne. X3. Jó, akkor 9-hez kell majd mennem, és most pedig fönt vagyok éjszakon. Ja, nyilván, tehát ez így érthető, Mewtwo, hogy azért, hogyha két-három hétig folyamatosan az menne. Na jó, de hogyha viszont azt nézitek, én mindig ezt szoktam példának fölhozni, hogy ugye az ilyen BR játékok is, igazából számomra az is ugyanannyira repetitív, tehát hogy ott is ugyanazt csinálod. Persze lehet ezzel vitatkozni, hogy ó, de hát ott nem, mert hogy a PvP az megint más. Hát megmondom nektek őszintén, két ugyanolyan raidem nekem sincsen. Pláne úgy, hogy ugye random emberekkel szoktam játszani, nyilván amilyen balfasságokkal lehet találkozni, az valami zseniális alapvetően, de itt sem minden ugyanolyan. De hol a bogyó? Ja, azt remélhetőleg a barátom kájtolja, igen. Ja, a tippel nem kellene, annyira nem tesz jót nekünk, hogy ő így közel áll hozzám, de ez csak így ilyen side note. Rédelünk? Ja, most bejöttünk egy Brash ezer rédre, hogy kivételesen egész sokan szavaztak arra, hogy nézzünk, vagy mi az játszunk
játszunk a Lost Ark-kal. Aztán gondoltam, hogy akkor bejövünk. Most ugye ez az új raid, tehát ez az, ami a legutóbbi contenttel bejött. G6-nál vagytok? Na, oda én még nem mentem el, ugye mindegyik karakterrel tudnék oda menni, de hogy őszinte legyek, én így a G1-4 farmolásánál megálltam. Valamikor majd kellene arra időt szakítanom, mert ez nyilván úgy megy, legalábbis nálam, hogy mindig azt szoktam csinálni, hogy az adott contentnek mondjuk az újdonságát először mindig supporttal megyek. Egyrészt azzal könnyű tímet találni, sokkal kevésbé halandó, és sokkal könnyebb megtanulni vele a mechanikákat, pont ebből adódóan, hogy mondjuk nem halok bele a hülyeségekbe, hogyha valamit elrontok. És ugye most is azt kellene, hogy a supportokkal megnézni, hogy milyen a G5. Nyilván videókat néztem már róla, meg így a mechanikákkal ott tisztában vagyok, de még nem csináltam, tehát nem tapasztaltam, hogy milyen. Hát... Az új raidnek ez az utolsó két, gétje az eléggé para. Tehát ott az nehéz. G5-ig easy, igen. Tehát a G1-4 az easy, hogyha már megtanulta az ember, azért az elején az sem annyira könnyű, de az 5-ös és a 6-os ez szerintem para. Itt látjátok fönt egyébként baloldalt, hogy az a raid, ahol most vagyok, az 6 állomásból áll. És most így az első négyet fogjuk csinálni. Ideális esetben, hogyha jó a tím, akkor végig is tudunk rajta menni. Arra leszek kíváncsi, hogyha van itt a cseten olyan, aki még sose látott Lost Ark-ot, majd mondjuk így a raid vége fele így mit fog mondani, hogy amúgy így mit érted belőle, vagy hogy... Na mindegy, így értitek. De MMORPG-nél mindig ez van. Várjál, 9-hez kell jönnöm. Azok már elhagyták a streamet. Hiszen meg biztos, hogy vannak ilyen lurkolók, akik csak úgy... bombulnak, vagy hallgatják a dolgokat, kíváncsi leszek. Majd a végén megkérdezzük a botokat. Még az 5-ös is könnyű? Hát szerintem az 5-ös az max abból a szempontból okozhat nehézséget az elején, amíg megtanulják az emberek, hogy hogyan szedett föl, vagy hát most mindig azokat a mechanikákat, hogy csinálod, mert ott igazából nincs sok mechanika, hogy írott kettő van, csak az bazi hosszú. Tehát, hogy felszedni azokat a jeleket, stb. Sok helyen mehet az szerintem félre. Bár mondom, én még nem voltam bent, tehát nem néztem, hogy milyen. Üt meg üt sokat, aztán dodge, igen. Ideális esetben, jó. Ez sikerült, ezt arrébb is jövök. Amúgy a tím egyébként jónak tűnik. Legalábbis így a G1 az egyelőre flow lesz, és nem cseszett el senki semmit. Sokan szokták egyébként azt a részét kérdezni, amikor mondjuk így beszélgetünk csak a Lost Ark-ról, hogy
mennyire szar, ez egyébként minden MMORPG-be előjön, hogy mennyire szar ezt mondjuk egyedül játszani. Tehát, hogyha nincsen fix tímed, akkor mennyire könnyű csapatot találni, és azok közül is mennyire könnyű jót. Én még most is azt látom egyébként, hogy bár nyilván visszaesett a Lost Ark-nak is a játékos bázisa, mint ahogy szerintem ez minden MMORPG-nél így van, hogy játszanak vele, aztán abba hagyják, aztán esetleg megint visszatérnek, van olyan, amihez mondjuk nem térnek vissza, mert teljesen meghal. Én ennél azt látom, hogy attól függetlenül, hogy most visszaesett a játékos bázis, majdnem mindig folyamatosan találok tímeket. Tehát, hogy nem szokott olyan lenni, hogy úgy nagyon semmit nem tudok csinálni. Hurmi, imádom a summonert. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ezt szart, mert ez nagyon épít a party contentre. Ezt szar, vagy amit, hogy ezt, tehát hogy a Lost Ark-ot. Figyelj, millióm egy olyan dolog van benne, tehát mondom, én 90%-ba szerintem szólóba szoktam játszani. Nem úgy szólóba, hogy szóló contentet csinálok, hanem szólóba játszok random emberekkel. És amikor már nehezen fogok, szerintem itt előbb lenne az, hogy magát a játékot dobom valami más miatt, mint hogy azért hagynám abba a játékot, mert hogy kevesen játszanak vele. Azt elég nehezen tudom elképzelni, hogy ez a játék mondjuk így teljesen meghaljon. Amire nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor kijön majd mondjuk a Diablo 4, aminél azt mondják, hogy sok helyen nyilván lesz úgymond átfedés, tehát hogy hajazni fog bizonyos, már csak az izometrikus nézet miatt is ugye ilyen lesz. Nem tudom. Abban sem vagyok annyira biztos, hogy mondjuk nekem mindenféleképpen ki fogom próbálni, meg végig fogom játszani a Diablo 4-et, de eddig nekem a Diablókkal az volt úgymond a bajom, hogy én nem szerettem újra játszani a contentet. És itt most ez furcsa, mert folyamatosan ugyanazokat a raideket csinálom. Tehát itt is megvan ez a repetitív része. De a Diablóban nem szerettem, de nem akartam még egyszer végigjátszani, akár az, hogy másik karaktere vagy, ami ugye az acteken meg a sztorin végigmész, és utána nekem egy kicsit elhalt. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy a Diablo 4-be mennyivel lesz másabb, vagy hogy értitek, hogy mire gondolok, hogy az mennyire tud engem magával ragadni, mert igazából én ezzel szerintem úgy leszek, hogy ha a Diablo 4 semmi olyan nagyon durva extrát nem fog nekem nyújtani, ahhoz képest, amiket mondjuk én csinálok, vagy megélek a Lost Ark-ba, akkor valószínűleg nem fogok váltani játékot, hogy akkor mostantól több ezer órát a Diablo 4-be teszek vele. Mert én ezt a gémet nagyon szeretem, elég sok időt töltök vele, majd meglátjuk. Én azért hagytam ott, Osztályban is úgy van egy csomó gildnél, hogy megvan a fix csapat, és az alt partika helyét, akkor talán beférsz, WoW-ba is igaz. Szóval nem teszed oda magad, és nincs hely, akkor bukta. Ja, persze, egyébként, tehát, de ez minden MMORPG-nél így van. Tehát, hogy a WoW-nál is azt látom, hogy Dávidék ugye WoW-oznak, és elég ügyesen, meg magas szinten, és ott is például bement egy klánba, ahol megvolt a Mythic Raider csapat, és mondjuk nem fért be már ebbe a szezonba. Tehát ott is ugyanez van. Ez a játék, ez arra épít egyébként, hogy lehet egyébként ezt is úgy játszani, mint ahogy írjátok is a cseten, Light a Sakura, ahogy írja, lehet ezt is úgy játszani, hogy van egy main karaktered, és az összes többi karakter csak azért tartod, hogy vagy goldot szerzel vele, vagy matit, és azzal szupportolod azt az egyet, akit te szeretnél jobban tolni. De ez a gém erre nagyon igaz, hogy ezt szerintem akkor lehet úgy igazán jól játszani, és effektíven, hogyha több karakterrel játszik az ember. Ez ugye nem feltétlen szokott tetszeni olyan embereknek. Alapvetően én is ilyen ember vagyok.
hogy én általában egy karakterrel szeretek nagyon játszani, és annak örülök, hogyha egy karakter van, akit min-maxolhatsz, tolsz vele mindent. Ezért nagyon fantasztikus MMORPG játék szerintem a Final Fantasy. Mert azt játszhatod úgy, hogy konkrétan egy karaktered van, és azzal csinálsz mindent. A WoW-ban is megvan egyébként ez, hogy egy karaktert izé húzol maxra, és akkor az altokat igazából csak így fánra használod, csak mondjuk a Lost Ark-kal szemben a WoW-nak megvan az előnye, hogy ott akár azt csinálhatod, hogy egy karakterrel végtelen ideig játszol vele. Végtelen mitik pluszt farmolsz, stb. Ebben ugye nincsen meg, mert itt általában ugye az a content, ami raid content, vagy ilyen nagyobb content, az heti egy alkalmas. Tehát egy karakterrel hetente egyszer megcsinálod, és várnod kell a resetre. Itt nincs olyan, mint a WoW-ba, hogy végtelen mitik plusz farm. Ez nem szokott tetszeni az embereknek, mert ugye akkor kell egy alt, és akkor azzal kell játszanod, nem akarsz abba időt, energiát belerakni, de az a helyzet, hogy most például az a roster, ami nekem van, ugye ezzel a 8 karaktere, minden 8 karakter tökre imádom. És annyival másabb feeling, akár egy Shadowhunter után mondjuk belépni egy mage-re, és akkor azzal játszani, vagy a summonerre, viszlát mana, majdnem, hogy én ebben bőven ki tudom élni magamat, hogy ugyanazt a contentet, de teljesen más karakterrel csinálod. Ez forgulódós, oda most nem megyünk. Mondom, hogy nem megyünk, és erre pofán ugrom. De tudom, hogy azok, akik szerintem a WoW-ot jobban szeretik, mint ezt, az annak főként ez az oka, hogy nem feltétlen tudják azt a részét kiélni, hogy tényleg így egy karakterrel tudjon mindenfélét csinálni sokszor. Hát nekem nem amiatt van ennyi időm, Júcsi. Bár amiatt lenne. Amúgy jó a team. Tök jó a damage is. Piros jobbra. Piros jobb, kék bal. Nyugodtan. Föl lehet venni. Szerintem Miss Lorék tudnak is segíteni. Bár ennek a karakternek a nevét látod, meg most már azt hiszem úgyis ilyen roster friendként veszi föl az embert. Túl sok volt a játék? De melyik része? Szerintem meghalt lent a prokkelünk, ahogy látom. Elméletileg valaki mondta, hogy ő lesz backup, tehát nem feltétlen kell nekem így most beninjáznom oda lentre, legfeljebb majd, hogyha ő is meghal, akkor lemegyek. Oké, mechanika közben, ne nézz a chatre, Avid. Side note. Nem jársz jól. Jó.
én vagyok a célzókás. Vobban is lokkolódik, a mitik lezetik. Na jó, de ott, tehát persze azt értem, tehát a mitik réd igen, de mondjuk a Vovnak van az a része, amit az előbb mondtam, hogy ott ugye a mitik plusz miatt van egy végtelen content, amit tudsz csinálni. Én arra gondoltam. Abszolút lájtás, akkor nekem is egyébként több olyan ismerősöm van, akik egy, vagy maximum kettő karakterrel játszanak ténylegesen, és a többit mondjuk arra tartják, akár nagyon kicsi szinten is, hogy vagy ilyen nagyon alt cuccokat csinálnak velük, vagy mondjuk csak Silvert. Simán egyébként játszható úgy is a játék. Meg szerintem egyébként itt akkor lesz majd egy kicsit nagyobb nyugi, amikor majd még jobban beérjük a koreai oldalt, és már nem lesz annyira gyors a kipakolt content ebbe a játékban. Most jelenleg egyébként nagyon, nagyon rásolva vagyunk, és nem nagyon van ideje az embereknek arra, hogy mondjuk akár több karaktert is úgy fölgíreljenek, vagy úgy élvezzék vele a játékot, mert annyira gyorsan jön ki, hogy a mint borzasztó gyorsan húzzák fölfele. De majd szerintem egyébként így a nyár lesz az, amikorra így utolérjük őket, és akkor már kicsit belassul. Itt egyébként most az történik, aki nem ismeri a fight-ot, hogy ugye 8-an vagyunk alapvetően bent ebbe a partiba, viszont itt most fönn csak 7-en, és van egyetlen egy ember, aki tőlünk külön játszik, lent, a mínusz szinten, ahol ő egyedül harcol egy bosszal, és attól függ, hogy itt fönt milyen mechanika és mikor történik, hogy ő éppen hol tart lent. Az meg, hogy mi itt fönt mit csinálunk, nyilván itt is vannak mechanikák, amiket nekünk végig kell csinálni, és hogyha ezt a fejet, ami itt van nekünk fönt középen, levisszük 0 HP-ra, akkor a srácnak lent a másik boss, az stunolódik, és olyankor ő neki tudunk ezzel segíteni egy kicsit. Tehát ez egy ilyen dupla boss fight-os raid. De amúgy nagyon ügyesen csinálja az a három ember, aki a narancs orbokkal rohangál, hogyha jól láttam. Egy év telt el a Heartblair, igen. Tehát neki kint például sokkal, sokkal lassabban jött a content, mint ahogy minket most fel akarnak zárkóztatni hozzájuk. Én vagyok a piros, akkor pirossal megyünk jobbra, és nem halunk meg. Egy pirosom van. Igen, mert az elején egyébként a mi társaságunkban is sokan kiégtek azon. Jó, nagyon sok mindenen nagyon sokan kiégtek, mert azért maradjunk annyiba, hogy ez a játék sem tökéletes. Elég sok fasság van benne, meg hiba. De többen például attól égtek ki, hogy túlságosan gyorsan jött a content, és egyszerűen nem bírtak vele lépést tartani. Ugye lemaradtak hozzánk képest, akik mondjuk sokat játszottak a játékot, és nem tudtunk semmilyen módon együtt játszani. Most már ez abból a szempontból egy kicsit másabb, hogy ugye én nekem is például ezek a karakterek úgy vannak, hogy van még egy-két olyan content, ami neki ténylegesen mondjuk így előrelépés, vagy mondjuk valamilyen gear farm, de nagyon sokat én például már nem csinálok idő hiányába, de most például én is elővettem régebbi rédeket, hogy Mislóréknak tudjak segíteni, és akkor őket is fölgíráljuk. Úgyhogy itt is tud az érez működni. Később ez szerintem meg még jobb lesz, amikor már nekünk a main karaktereknek is mondjuk jóval lassabban jön a content, és tudom én, akár már ebbe a raidbe is ugye lehet segíteni.
Jó, ez pont nem olyan. Na, most sikerült. Amúgy az összes rét közül egyébként, ami jelenleg a játékban van, pont a srácoknak mondtam, hogy most jött meg igazán a kedvem a rédeléshez a Lost Ark-ba, mert ezt a Brash, ez a rédet, ezt nagyon-nagyon szívesen csinálom. Az összes karakterrel. Még mondjuk egy ilyen Voltannál rohadtul azt éreztem, ami az első ilyen komolyabb rédünk volt, hogy így még van két másik karakter, amivel meg kell csinálni. De így bazira nincsen kedvem. Ennél nincs, tehát itt annyival színesebbnek érzem ezt a rédet, hogy itt sokkal szívesebben játszom vele. Na most például megöltük fönt a fejet, és ilyenkor lent a csávónak a másik bossa stunolva van, és ilyenkor tudja jobban damage-elni, vagy hát ezt mondjuk nem tudom, hova lőttem, de mindegy. Vagy olyankor tud kijönni. Nekem is nagyon tetszett ez a játék, de azt hiszem sok mindent nem sikerült megértenem benne, hogy például... Hát... Most azon gondolkodom, hogy ha én így nem néztem volna millióm egy guide-ot vagy tutoriált, akkor mennyire lenne egyértelmű nekem a játék? Hát, amúgy szerintem nehéz. Alapvetően egyébként a game nyilván van benne sok egész sok tutoriál szerintem, de az, hogy mondjuk úgy teljesen tud, hogy mit, mikor, merre kell csinálni, az hát, erről egyébként annó beszélgettek Nessáék Pistivel egy Aputest podcastbe, hogy mostanában mi a baj, ha lehet ezt úgy mondani, baj az MMORPG-vel. Hogy most már kiveszett egyébként szerintük is az összes MMORPG-ből az a feeling, amikor tudod így vakon mész bele a dolgokba. És mondjuk annó, amikor megéltük, mondjuk egy ilyen WoW esetében, azt a részt, hogy nem tudsz semmit, és úgy mész bele egy contentbe, az most már bazira nem jellemző egyébként semmilyen MMORPG-re. Mert folyamatos guide-ok, már megjelenés előtt, emlékezzetek vissza, mi volt például a New World-nél is. Mire kijött a New World, addigra már megvolt, hogy milyen útvonalon kell menned ahhoz, hogy a legoptimálisabban, a leggyorsabban fölhúzd a legjobb karaktert, csak bizonyos questekkel, és emiatt szerintem már alapból is nem számolnak azzal, semmilyen MMORPG-nél, hogy vakon fognak belemenni az emberek. Nem? Mennyi órán van a játékban? Hát nem biztos, hogy ennyire büszke vagyok rá, de 2500 plusz. Ami tekintettel arra, hogy nincs egy éve, hogy megjelent a játék, mert tavaly februárban indult. Sok. Hát ebben sokan nem segítettek abba az adba, de nem baj. És most nem is nagyon tudod egyébként azt megtenni, hogy hú, én most ezt úgy szeretném játszani, hogy egyáltalán nem nézek utána semminek. Már nem nézel utána semminek, akkor így vagy nem is kerülsz be csapatba. Vagy konkrétan nem találsz másik olyan játékost, aki úgy játszana, mint te. Ja, már nem nincsen rajtam kard. Neked is 2500? Akkor te is jó sokat játszol a játékkal. Jó, lent meghalt az ad.
Azt nem igazán akarják megölni. Köszi. Na most már csak annyi a feladatunk egyébként, hogy ezt itt fönt meg kell ölnünk, és vége. A lenti ember már végzett. Na, bocsánat, csak közben most akkor ilyenkor tudok olvasni. Nagyon optimista vagy, Hard Aken inkább év végén. Mi? Komolyan? Ne bassz már fel, hogy azt olyan gyorsan kihozzák. Jó, kussolj, kussolj, Loli! Nem kellenek ennyire konkrét számok! Csak egy körülbelüli értéket. Egy körülbelüli értéket kérdezett. Ő volt lent. De valaki más is videl rá. Jó, ez jó. Na, ennek örülök. Na, annak nagyon kell. Szia majd, Ben. Hello, hello. Köszönöm a 28-at. Ja, hogy fogadjak el valamit. Tessék. 5 gold rookie number. Á, most erre nem akartam már rádobni. 10K-ig csak felment volna? Múltkor voltam egy run-on, ahol a csávó a G2-nél is, meg a G4-nél is 32 000-ért vitte el a ládát. Tősen értelmetlen volt. De jót rögtünk rajta. Én a gíredre vagyok nagyon kíváncsi, meg a rosteredre, hogyha majd elfogadod a friend kérelmet. Ja, kérdezz nyugodtan. Lehet, hogy gyorsabb, mint megnézni. Nem is tudom, hogy meg tudsz-e nézni más karaktert az aktuálison kívül. Selection card pack-e? Én az az érdekes, hogy annál nem szoktam látni ilyen nagy harcot. Nyilván az egyébként sokat ér, meg arra lehet így burnölni, de ott így például Dávidék mondták, hogy ezen a héten, amikor letolták a challenge-eket, akkor a selection-ös kártyapakkot valaki, mit tudom, 7000 goldért ment el. És ez nem sok. Emlékszem, hogy volt olyan időszak, amikor ugyanezek mentek, mit tudom én, 10-15-20 000-ért. Szerintem egyébként ez annak köszönhető talán, hogy azok az emberek, akik akarták azt a kártyapakkot, ami ugye fontos volt nekik, szerintem már felhúzták, és nem feltétlen fizetnek ezért sokat már arra. Mondjuk addig nem megyek oda, amíg nem végeztek bal oldalt, mert fölösleges. Hát akkor én megyek oda. Olyan sok embernek azért az nincsen meg. Na jó, de például nekem is. Én alig vettem olyan kártyapakot, sőt. Hát én nem nagyon emlékszem, hogy valaha vittem-e el olyan plusz selection-ös kártyapakot. Inkább csak azokból gazdálkodtam, ugye, amiket kaptunk. És például az izé nekem is megvan. A 7% holy damage-ig. És azért láttam jó pár olyan embert, akinek az is mondjuk ki van maxolva. Nyilván azok nagyon sokat költöttek ugye kártyapakra, hogy az meglegyen. Ja. Nyilván az a 30 az még messze van nekem is, hogy az meglegyen.
Kijövök ide Diamondra. Nem, itt annyira nincsen, itt annyira nincs ilyen. Az az igazság, Zed, hogy itt azért nincsen olyan, hogy meta, mert összesen 2 support van a játékban egyelőre, és egyébként a koreaiaknál is 3. Tehát, hogy nálunk mi egyel vagyunk lemaradva. Az nem túl sok. És mindegyiknek megvan a maga pozitívuma. Inkább azt tudom neked mondani, hogy vannak bizonyos rédek, ahol lehet, hogy jobban örülsz, ha az van benne, de nem meta. Mert a másikkal is ugyanúgy megcsinálható, csak vannak könnyítések, mondjuk így bizonyos részeknél, hogy az egyik tud dispellezni, a másik nem, de a másik meg több shieldet rak föl. Szóval ezért így ezek megvannak. Kettő support van. A DPS-nél meg abszolút nincs ilyen. Hogy mi lenne meta. Vannak olyanok, akik ugye akarva akaratlanul is, nyilván ez minden MMORPG-nél így van, hogy amik jobban fel vannak kapva, több YouTube videó készül róla, nagyobb YouTuber, nagyobb streamer azzal játszik, és azt mondja, hogy pillanat, top left dia. Hogy amiatt mondjuk azzal többen kezdenek el játszani, mert mondjuk az az ember sokat tud vele damage-elni, és ezért jobban szeretik. De én láttam már teljesen off karakterekkel is. Square position is dead. Jó, nem tudom, hogy mit csinálnak, én a helyemben állok, nekem ez így jó. Szóval láttam már olyat, amire az volt mondva, hogy ez nagyon szar, és akkor utána jött egy csávó, aki pedig kurva jól játszott vele. Igen, az van. Tehát itt ugye azért olyanok simán előfordulnak, hogy ugye a különböző karakterek különböző buffokat adnak. És általában, ha nagyon kiélezett parti van, ezt mondjuk onnan tudom, hogy például amikor a bohócot szoktuk boostolni, ott azzal a pár emberrel, akivel együtt játszom, és boostolunk, ott például megvan, hogy melyik teambe kinek kell jönnie. Nyilván lesz mindig egy main DPS, mert az egy 4 fős raid. Ott lesz egy 4 fős party, ahol meg kell oldanunk azt, hogy a 3 ember, aki ugye együtt játszik, az jó szinergiát hozzon. De olyat nem szoktak csinálni, hogy úristen, ezt a karaktert nem hozom, mert szar. Inkább olyan szokott lenni, hogy az új karaktereket nem szeretik behozni raidbe, mert nyilván aki játszik a játékkal tudja, hogy miből áll egy karakter fölépítése, és amíg tök friss a karakter, addig biztos, hogy nincsenek meg neki azok a minimális követelmények, amivel mondjuk értelmes dolgot tud csinálni. Ezért például a Summoner-el első héten annyira nem volt könnyű partit találni, de itt jön be a legfontosabb rész. Nem véletlen vannak boost run-ok. Tehát mi is abból profitálunk egyébként sokat, hogy a bohócot, azt általában olyan emberek szokták nálunk bohóc boostot igénybe venni, aki ad egy vagy friss karakter, tehát jönnek a summonerek, a reaperek, stb., akinek még nincsen meg a szettje, vagy olyan ember, aki mondjuk annyira nem ügyes, és nem tudja megcsinálni, és akkor megcsináljuk neki. Tehát én is például, amikor a summoner bejött, akkor fixen kerestem csapatot arra, azokra a bizonyos dolgokra, amit tudtam, hogy új karakterként bazira nem fogják bevinni, és inkább kifizettem x-ezer goldot arra, hogy a boost-tal meglegyen. Aztán utána fölgírelődött, és most már nem kell neki, de egy pár hétig ez így ment. Jaj, várj, meg sem néztem, hanyas vagyok, party 1-3, akkor én vagyok 9 óránál. Igen, és most megyek 9-re.
Péntek 13 és még 13 hónap is dupla szerencse. Gentlemen, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köfi-köfi. Gunlancer, Striker, Deathblade, jó bogot, milyen van crit rendesen. Igen, tehát itt inkább arra lehet gondolni, hogy mondjuk parti szinergia miatt lehet, hogy egy bizonyos partiba mondjuk már nem vesznek be téged, mert valami fix buffra van szükségük, vagy ilyesmi. Mi több Lost Ark órára? Köszi szépen a csírt, köszi. Hát a Lost Ark órára igazából nem azzal van a baj, hogy én kevés órát játszom Lost Ark-kal, hanem ugye ezt én off-stream teszem meg, mert nyilván tudom, hogy a streamen nem egy kívánatos opció. Inkább tudod, mire kell a cheer? Lost Ark nézőre! Lost Ark-os nézőket kell venni. Cica szem, abban nem nézünk bele. Nagy ritkán jó, ha van. Hát... mondjuk ezt is megkérdőjelezem. Így el lehet dumálgatni róla, mert nyilván, hogyha ilyenkor van kérdés, vagy valakinek tudunk segíteni, akkor szívesen. De az a baj, hogy annyira nem érzem én sem jó stream contentnek, már csak abból adódóan is, hogy ha olyan dolgot csinálok, mint most, akkor mondjuk jobban kell figyelnem. Akkor nyilván kevesebbet tudok veletek foglalkozni, balra kell menni. És akkor meg nincsen meg az a fajta, nem tudom, közvetlenebb kommunikáció. Nyilván, hogyha egy olyan részt csinálok, amit mondjuk már tudok, ismerek, és könnyebb, akkor jó. Tudjátok, hogy... mihez tudom hasonlítani így az MMORPG-s streameket? Szerintem az olyan, mint mondjuk egy Overwatch stream. Aki nem játszik a játékkal, kurvára nem tudja, hogy mi történik a képernyőn, és bazi sok minden történik a képernyőn, nehéz lekövetni, és szerintem egyébként emiatt például én Overwatch streamet úgy, hogy azért játszottam vele egy keveset, tehát nagyjából tudom, hogy mi az, amit ott így kellhet nézni, de például azt sem élvezem annyira, nem? Én talán ehhez tudnám hasonlítani. Szoktam veletek foglalkozni? Azt mondják, ilyen külső... Ó, bazzanek, persze, hogy el kellett menned onnan. Azt mondják, hogy külső szemlélők, hogy én egész sokat foglalkozom veletek. Tehát most vagy borzasztóan jól tévesztjük meg ezeket az embereket, vagy nem figyelnek ők. Képzeljétek el! Én ilyen visszajelzéseket hallottam, hogy sokat foglalkozom veletek. Annak biztos, hogy fizettem azért, hogy ezt mondjam én. Mi voltam? Top Diamond. És ez 9-10-11-nél van. Kényszeres hatodó. Na, nem akarnak izét, gondolom, várja. Várni kell, hogy betöltődjön az a csík. Nem lenne azt mondjuk nekem addigra betölteni a báromat.
Jó, és így, maradok. Közközles! A notórikus hazudozókra, nem? Igen, 9-10-11-nél lesz majd az én cuccos som. Hogy valakinek elbasztam baloldalt lent a izéjét. Mire én nem halok meg. Aha. Tehát szerintem a supportunknak elkúrtam lent a diamondját. Na nem baj. Annyi történt, srácok, hogy ott jelentek meg ilyen alakzatok, és ugye én kint álltam a külső szélen, tehát nekem ezeket az ilyen rombuszos dolgokat kellett disztrojolni, és abból hármat. És ugye 9-10-11, vagy hát ilyen inkább 10-11-12-nél volt az enyém, én pedig lentebb kezdtem el, mint kellett volna, ergo nem hagytam meg az utolsóját az egyik supportnak, és emiatt ő meghalt. Nem, de így járt. Biztos az ő hibája volt, nem volt elég gyors. Nem én öltem meg, én a lehetőséget vettem el tőle, hogy túlélje. Az nem ugyanaz. Mondjuk cserébe most potizhatok, mert nincs supportom. De amúgy hozzátenném, hogy jó a csapat. Tehát az, hogy eddig mindegyik gét egy ilyen pukpartival vánsatolva lett, az elég jó. És hogyha jól láttam, akkor csak három ember van primédbe. Nem, most ez, hogy ez egyébként az én mázlim, csillag. Most az, hogy ez az én mázlime, hogy én találok mindig jó tímeket, vagy random, azt nem tudom. Várod már az új forestet? Nagyon! Igazából azért várom, mert most ugye befejeztem a Valheimet, és most nem lesz survival game a csatornán, amit viszont én kifejezetten hiányolni fogok. És ezt az űrt valamivel be kell majd tölteni. Rédekben nem tud visszajönni. Nem, ebben a játékban nincsen resurrect, tehát itt nem működik az, hogy a support mondjuk föl tud téged éleszteni, mint mondjuk egy WoW-ba. Vannak bizonyos olyan rédek, ahol mondjuk kap a team pár lehetőséget arra, hogy visszajöjjön, aki meghal. De, vagyok 9. De itt nincs. Jó, kék vagyok. Bal fölül várjuk az elsőt. Itt ez nem lett annyira bal, de mindegy. Akkor utána lesz lent. Itt azt nem én veszem fel, én jövök ide. Done. Resurrect free HP, Poti. Na, és most jön az én kedvenc részem, a Gate 4, ahol matematika órát fogunk tartani, vagy hát ilyen geometria órát. Nem, Dávid az első alkalommal szerintem tegnap vagy tegnap előtt látta tőlem a Gate 4-et, és így mondta, hogy mi a faszom ez a geometria óra, ami itt folyik. Na, ugye meglátjátok miért.
Vissza tud jönni? Ja, nem, az csak arra vonatkozott, hogy meghalt. Kifingott az arcomba. Majd benn, nagyon szépen köszönöm. Köszi a matek órára. Hogy vannak megint 8-an? Hát azért ez nem, várjál, ez nem olyan, hogy végleg meghal. Tehát nem esik ki a partiból attól még. Csak addig halott marad, ameddig nincs vége a fightnak. Na most mondjuk a következő gétre. Nem tudom, hogy átnevezi a partit. Itt egy bazi nagy kockával fogunk harcolni. Ja, tehát, hogy ameddig a fight tart, addig ő halott marad, de mondjuk, hogyha nem csináltuk volna meg, és újra kezdjük, akkor nyilván újra éled. Ezt a fingós sound alertet nem tudom megunni. Rakjak be különböző fingásokat? Mert van még szerintem, vagy 87 különböző fing alert. Blue, red, hármas vagyok, akkor én vagyok a piros. Jó, piros. Piros. Jöhet, variálnám őket. Jó, akkor majd rakunk be ilyen lassabb rotyogósat, ilyen kis lágyabb puki hangot. Jó. Amúgy is gondolkodtam, hogy ma este mit csinálhatnék stream után, és így legalább adtál értelmet a szabadidőmnek, és kereshetek fing hangokat. Tehát, hogy köszi, tehát, hogy most adtál egy célt. Az is lehet, hogy a telefonnal bemegyek a WC-be, és hogy legyen egy kicsit személyre szabottabb, saját fing hangot rakok bele. Vagy szólok Ririnek, hogy küldjön egy pár fing hangot. Szia, Ritus! Szia, drága! Legalább nem tudod mondani, hogy fingot sincsen. Azt, igen. Na, ezt figyeljétek, tehát ez a fight, ez zseni. Az a boss. Egy bazi nagy kocka. Ja, a piros a túloldalon van viszont. Na, tehát itt annyi minden történik a képernyőn, hogy szerintem nem tudom, majd megmondja az, aki a játékot se ismeri, meg mondjuk ezt a fight-ot először látja, hogy így, na, hogy ebből neki mi jön le. Jó, és itt pedig várok én, stagger-ölök. Itt jön az elkapósunk. Ott a másik oldalon valami nem stimmelt.